Nemzeti konzultációs fórum, felére csökkent a munkanélküliség, 5000 új munka eljött létre, és mintegy 500 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, mondta el Magyar Levente Vásárosnaményban. Megérkeztek az influenza elleni oltások, országosan összesen 1,3 millió adag érhető el térítésmentesen a jogosultak számára. Csúcs technológiájú eszközök, egy az országban egyedülálló C-karú röntgen berendezéssel és egy új műtőasztallal bővült a József András Oktatókórház urológiai osztálya. Ahogyan az ország, úgy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasága is jelentős mértékben fejlődött az elmúlt 7 évben. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Felére csökkent a munkanélküliség, 5000 új munkahely jött létre, és mintegy 500 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, mondta el Magyar Levente, a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Nemzeti Konzultációról szóló rendezvénysorozat Vásárosnaményi Fórumán. Az ország eddigi gazdasági fejlődése torpanna meg, ha beengedné Magyarország a bevándorlókat, jelentette ki a politikus. Ha Magyarország bevándorló országgá válna, az politikai instabilitást okozna és romlana az ország gazdasági állapota is, kezdte a Nemzeti Konzultációról szóló lakossági fórumot Vásárosnaményban Magyar Levente államtitkár. A kormány elkötelezett amellett, hogy kiálljon Magyarországért, mert a kvótát itthon elutasítják az emberek, mondta a politikus, és most újra véleményt nyilváníthatnak a Nemzeti Konzultációban. Minden olyan magyar állampolgár, aki felelősséget érez az ország hosszú távú sorsáért, részt vegyen ebben a folyamatban, hiszen minden egyes kitöltött konzultációs kérdőív, ez egy megerősítés, és plusz egy megerősítése annak, hogy jó úton van a kormány, amikor az ország függetlenségéért és még egyszer a kultúráink egységességéért és megmaradásáért küzdelmet folytat. Idén a magyar külgazdasági kivitel el fogja érni a 100 millió eurót. Hogyan csapódik ez le Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Tette fel a kérdést a külgazdasági és külügyminiszter helyettes, aki elmondta azt is, hogy újabb befektetőkkel tárgyalnak, új munkahelyek jöhetnek létre a megyében is. 2010 óta 5000 új munkahelyet közvetített a Magyar Állami Befektető Ügynökség ide ebbe a megyébe, és nagyjából 500 milliárdnyi beruházás valósult meg csak az állami csatornán keresztül. Plusz még azok a beruházások erre rájönnek, akik nem az állami támogatási csatornát vették igénybe. Tehát egy hatalmas fejlődés következett be számszerűen bizonyíthatóan itt ebben a megyében is. Megfeleződött a munkanélküliség, ami az országban az egyik legmagasabb volt itt Szabolcsban, és ma már a fele a 7 évvel ezelőttinek. És erre a megyére is jellemző az a tendencia, hogy hallatlan mértékben növekednek a beruházások, egyre több munkahely van. A térség versenyképességét további beruházások fogják segíteni, hangzott el a fórumon. Két új autópálya kapcsolat vonhatja be a határon túli térségeket a megye és az ország gazdasági vérkeringésébe. Kárpátalja irányába két új határátkelő nyílhat, és hamarosan átadják a Nagyhódos és Nagypalát közötti határátkelőt is. Magyar Levente elmondta, több ezer új munkahely jöhet létre a térségben, tárgyalások folynak azért, hogy 80 milliárd forintnyi befektetés érkezzen ebbe a megyébe. Megérkeztek az influenza elleni ingyenes védőoltások a házi orvosokhoz, jelentette be Ónodi Szűcs Zoltán, keddi sajtótájékoztatóján Budapesten. Az egészségügyért felelős államtitkár hozzátette, összesen 1,3 millió adag érhető el térítésmentesen. Védőoltásra azok jogosultak, akik 60 évnél idősebbek, továbbá az aszmások, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint a várandós nők. Ettől a héttől elérhetőek az influenza elleni védőoltások az országban. Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár keddi sajtótájékoztatóján elmondta, minden év januárjában kezdődik el az influenza szezon Magyarországon. Hangsúlyozta, azért is fontos, hogy már októberben megtörténjen az oltás beadása, mert a védettség kialakulásához körülbelül 2 hétre van szükség. Ebben a szezonban, tehát 17-18-as szezonban 1,3 millió oltóanyag áll rendelkezésre térítésmentesen, és 60 év felettiek kaphatják meg alapvetően, és egyéb csoportok is, alapvetően azok, akik egyébként szociálisan érintettek, illetve azok, akiknek a munkájukból fogadóan magasabbak a rizikofaktoraik. Azt szeretném kívánni a figyelmet, hogy akik egyébként nem tudják meg, aki térítésmentesen, azok számára és a patikájukban elérhető különböző gyártó, különböző terméke, azonban az nem a reklám helye, és nem fog mondani sem terméket, sem gyártót.
nyilván szeretném felhívni a figyelmet, hogy 1,3 millió oltóanyag áll rendelkezésre, szeretném, hogyha ez mind el tudna fogni. Ami igazán veszélyessé teszi az influenzát, az az, hogy a vírus képes évről évre változni. Így immunrendszerünknek újra és újra meg kell birkóznia vele. A vírus ráadásul igen fertőzőképes és gyorsan terjed a szervezetbe. Szinte minden hely foglalt ebben a nyíregyházi orvosi rendelőben. Sokan már az influenza elleni védőoltás beadásáért érkeztek. Hogy ne kapjuk el télen a fertőzést, a betegséget, én legalábbis ezt tapasztalom magamon, hogy azóta én nem szoktam beteg lenni, azelőtt nagyon sokat köhögtem tavasszal, ilyen krónikussá vált nálam, és azóta nincsen ilyen problémám, mióta szedem. Az influenza vírus bárki elkaphatja, független az életkortól, nemtől. Szövődmények is előfordulhatnak bárkinél. A megbetegedések szempontjából a gyermekek és a kórházi ápolást igénylők, szövődmények szempontjából pedig a krónikus betegségben szenvedők, asztmások, elhízottak, cukorbetegek, a legveszélyesebb csoportba pedig a várandós kismamákat soroljuk. Azt tudni kell, hogy az influenza általában nem súlyos szövődményekkel járó megbetegedés, de bizonyos kockázati tényezőknél, életkorhoz kötötten nagyon súlyos szövődmények alakulhatnak ki. Sajnos láttuk az elmúlt években, hogy akár halálesetek is történtek. Ezeket lehetőség szerint próbáljuk megelőzni. Elégséges vakcinál, biztos vagyok benne, országos szinten 1.300.000 vakcináról tudok. Én biztos vagyok benne, hogy ez az oltottak nagy részét le tudná fedni. Jobb lenne, ha még több kerülne beadásra, mert legjobb tudomásom szerint tavaly évben sajnos majdnem fele beadatlan lett ezeknek az oltóanyagoknak. Idén is bárki kérheti az influenza elleni oltást. Térítésmentesen védőoltásra azok jogosultak, akik 60 évesnél idősebbek, továbbá az asztmások, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint a várandós nők. Egy az országban egyedülálló C-karú röntgenberendezéssel és egy új műtőasztallal bővült a József András Oktatókórház urológiai osztálya. A fejlesztések célja a betegellátás és a dolgozók biztonságának a növelése, valamint a hatékony orvosi beavatkozások segítése. Dr. Adányi József, a József András Oktatókórház urológiai osztályának osztályvezető főorvosa mutatta be az intézmény legújabb eszközeit. A 15 millió forint értékű, karbonszálas elemeket is tartalmazó, széles tartományban állítható műtőasztal a lehető legnagyobb 450 kg teherbírású. Ez az eszköz valamennyi urológiai beavatkozásra alkalmas. Ez az 50 millió forint értékű C-karú röntgenkészülék pedig az országban egyedülálló műszer az urológiai ellátás terén. A 30x30 cm-es feleddetektorral felszerelt eszköz a legmagasabb teljesítményű röntgenberendezés, amely nagy felbontású tűéles képet ad. Ezen engedhetetlen a létfontosságú endoszkópos, paparoszkópos beavatkozások során. Fontos, hogy a műszer magas teljesítménye ellenére alacsony sugárterhelés jelent mind a betegeknek, mind pedig a dolgozóknak. Ez az új készülék, illetve készülékek biztosítják számunkra azt, hogy az urológiai beavatkozások a legmodernebben, a legnagyobb szinten és a legpreciszebben tudjanak végbe menni. Gyakorlatilag ez az új készülék a legapróbb kis követ, gyakorlatilag méz tartalom nélküli kis apró köveket is meg tud mutatni a vesüreg rendszerében, és műtét során ez elengedhetetlen ahhoz, hogy maradéktalan kőeltávolítás történjen például, és sérülésmentesen tudjunk egy beavatkozást véghez vinni, hogy a legnagyobb sikerrátával tudjuk megcsinálni ezeket a műtéteket. A József András Kórház urológiai osztálya eddig is kiemelkedő volt az országban, az új készülékek pedig a további hatékony betegellátást segítik. Szakmailag előre tudunk lépni ezzel is. Most itt olyan új, akár műtéti eljárásokat tudnak bevezetni a kollégáim, amelyek biztosítják azt, hogy a beteg rendben legyen, ők is fejlődjenek, és maga az egész intézmény hát hírnevét is öregbítsék. A megyében a József András Kórházban működik az egyetlen urológiai osztály, így évente közel 30-40 ezer járóbeteget és 3-4 ezer fekvőbeteget kezelnek itt. Idén közel 20 ezer diák kezdte meg a tanévet a nyíregyházi tankerületben, a központ 44 székhely intézményében, 95 feladat ellátási helyen, 2017 nyarán összesen 49 millió forintból valósultak meg kisebb-nagyobb karbantartások a tankerület saját forrásaiból. Pályázatokra pedig több mint 1 milliárd forint összegben nyertek támogatást. A nyíregyházi tankerületi központ 2016. novemberében alakult, és 2017. január 1-től átvette a korábban önkormányzat által működtetett állami fenntartású köznevelési intézmények vagyonkezelő feladatait. Ez a nyíregyházi, az Ibrányi, a Tiszavasvári és a Nagykállói járás intézményeit érintette.
Ebben a tanévben 44 székhelyi intézmény 95 feladatellátási helyen tartozik a szervezethez. 40 településen közel 3000 közalkalmazottat foglalkoztatnak, közülük több mint 2000 pedagógus. A központ feladata, hogy az oktatási intézményeknek minden segítséget megadjon, hogy biztonságos környezetben fogadhassák tanulóikat, és bármilyen probléma felmerül, arra szakmailag megfelelően tudjanak reagálni. Az igényük szerint kell biztosítani ezeket a feltételeket a tankerületi központnak. A másik pedig az, hogy a tervezett, ütemezett megvalósítás sikeresen végbe menjen. Ehhez a tankerületi központ munkatársainak kell csapatszerűen együttműködni az intézményekkel. Az intézményvezetők nagyon jól tudják, hogy melyik az az ügyintéző, akihez fordulhatnak az egyes kérdéseikkel vagy a kéréseikkel kapcsolatosan. Tudják, hogy hol érdeklődjenek, és oda-vissza élő legyen ez a kapcsolat, nagyon napra kész legyen. Idén több mint 1 milliárd forint pályázati támogatást nyert el a Nyíregyházi Tankerületi Központ. Ezeken a lehetőségeken túl a fenntartó a költségvetési forrásokból pótolja a karbantartásokhoz és felújításokhoz szükséges eszközöket, hiszen a kisebb támogatások is fontosak az intézményeknek. 5,5 millió forint körüli az az összeg, amely célzottan a nyári karbantartásokhoz, illetve az őszi téli szünetben elvégzendő munkálatokhoz kapcsolódik. Ezen az 5,5 millió forinton felül természetesen a napi karbantartás és ellátás üzemeltetési költségek még hozzájönnek, ami szintén jókora tétel. Több tantermet újítottunk föl, parketta burkolatjavítás történt a nyári szünetben, 7 tanterem újult meg. Most pedig majd az őszi munkálatok idején padok, tanulói székek kerülnek beszerzésre, és tovább folytatjuk a burkolatjavítási programunkat, illetve tisztasági festéseket fogunk elvégezni a kölcseiben. Egy harmadik fontos bevételi forrást jelenthet az intézmények számára az, hogyha a helységeit bérbe tudja adni külső szervezeteknek, rendezvényekhez. Az intézmény vezetők és maguk az intézmények érdekelté váltak a külső bevételi források bővítésében, hiszen az abból befolyt összeg 50%-ával önállóan rendelkezhetünk. Hogy mik jelenthetnek ezek? Mik lehetnek? Ugye egyrészt bérbe tudjuk adni a tantermeket, bérbe tudjuk adni adott esetben a tornatermet, vagy az iskola auláját, más létesítményeit. Ugye ez függetlenül szinte a település szerkezetétől vagy az iskola nagyságától, mert a nagyságrendileg természetesen más bevételt szül, de mindenhol ezek ott vannak lehetőségként, és ebből befolyt összegnek az 50%-a fölött rendelkezünk. A vidéki iskolák közül a napkori Jósika Miklós általános iskola kapta a legnagyobb támogatást, több mint 639 millió forintot. Az anyagi támogatásokon kívül az intézmények különböző szakmai programokon is részt vehetnek, amelyeket a tankerület szervez számukra. A kompetenciaméréshez kapcsolódóan a tankerület által szervezett programokon fogunk részt venni. Intézményünk nem érintett, illetve hát olyan értelemben érintett, hogy megfelelünk az elvárásoknak, nem rosszabbak a tanulóink eredményei. Tettünk ezért az elmúlt években, de a következő időszakban is szeretnénk ezen a területen előrelépni, illetve a jó gyakorlatainkat megosztani az intézményekkel. Ezen túl természetesen a szükséges karbantartási munkálatokat is elvégzik majd a következő időszakban az Újfehértói Általános Iskolában, valamint 11 tanterem fog megújulni a tankerület által az intézmény részére bocsájtott 2,5 millió forintos támogatásból. A történeti kert, mint helyi erőforrás névvel nyílt kiállítás a tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A mezőberény volt a Sunshine Nyikse ellenfele a férfi kosárlabda NB2 harmadik fordulójában. A nyíregyháziak az első és az utolsó negyedben mutatott kimagasló teljesítményükkel felülrölték ellenfelüket, és végül 96-56-os győzelmet arattak. 6-0-6-1-re győzött Fucsovics Márton a világranglistán 52. helyen álló amerikai Jared Donaldson ellen a bázeli ATP 500 torna első fordulójában. A nyíregyházi teniszező a következő körben az argentin Leonardo Mayer ellen lép pályára csütörtökön. A történeti kert, mint helyi erőforrás névvel nyílt kiállítás csütörtökön a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat épületében. A tárlat célja, hogy a történeti kerteket, mint speciális örökségvédelmi kategóriát az érdeklődés középpontjába helyezzék.
Egy hétig tekinthetik meg az érdeklődők a Regioris Közhasznú Egyesület által a Történeti Kert, mint helyi erőforrás címmel szervezett kiállítását. Arról nincs pontos adat, hogy mennyi történeti kertet tartanak számon a szakemberek, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megközelítőleg 80 ilyen örökséggel rendelkezik. Érdemes tudni róluk, hogy vannak, és ez jelentsen számunkra örömöt, és jelentsen feladatot is, mert tudjuk, hogy ezeknek a történeti kerteknek a többsége jelen pillanatban meglehetősen méltatlan állapotban van, annak ellenére, hogy bővelkedik még mind a mai napig dendrológiai értékben. Általában ezekhez a történeti kertekhez kapcsolódik még ma is meglévő kúriaépület, vagy kastélyépület, hol megújult, többnyire romos állapot, de a kettő, azaz a történeti kert, illetve a műemlék épület képez együtt egy egységet, és egy értékhordozó és gazdasági potenciál. Éppen ezért lett a kiállításunk címe az, hogy a történeti kert, mint helyi erőforrás, mert olyan megvalósult rekonstrukciókat mutatunk be, amik arra világítanak rá, hogy közösségi szinten, vagy magánberuházásként is gazdasági potenciált jelentenek ezek a múlttal rendelkező adottságok, értékek. A megyei önkormányzat, illetve a megyei értéktárbizottság különleges hangsúlyt fektet a történeti kertek, illetve a kastélyok és a kúria parkok megjelenítésére is. A kiállítás rendkívül jól illeszkedik abba a munkába, amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság végez. Ezért is fontos a megyei önkormányzat számára a tárlat, és így mindenben segíti a program megvalósulását. Minden ilyen kiállításnak és minden ilyen kezdeményezésnek, hogyha tudunk róla, akkor igyekszünk az élére állni, mert valóban minden olyan kezdeményezés, amely a megyei értékeit hivatott bemutatni, az természetesen a megyei önkormányzat számára is kiemelten kezelendő. Ez is természetesen egy ilyen alkalom, úgyhogy mi bármilyen hasonló kezdeményezésben partnerek leszünk a későbbiekben is, mert úgy gondoljuk, hogy egy közös célt, egy közös érdeket képviselünk, és még egyszer mondom, hogy ennek egy nagyon jó háttéranyagot, egy háttérmunkát tud adni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság, amelynek éppen most volt a kiállítás előtt bizottsági ülése, újabb két értékkel bővült az értéktár, így most már 94 értékről tudunk beszámolni. A Regioris Közhasznú Egyesület reményei szerint a program sikeres lesz, és vándor kiállításként mutatja be a nagy közönség számára a történeti kert tablóit. A kiállítással egy hétig találkozhatnak az érdeklődők Nyíregyházán. A Mezőberény volt a Sunshine Nyikse ellenfele a férfi kosárlabda MB2 harmadik fordulójában. A nyíregyháziak az első és az utolsó negyedben mutatott kimagasló teljesítményükkel felülrölték ellenfelüket, és végül 96-56-os győzelmet arattak. Eddig jól alakult a bajnokság a Sunshine Nyikse számára, hiszen könnyedén hozták első két meccsüket, ráadásul legutóbb több mint 100 ponttal verték a BKDS a Csongrádot. A Mezőberény is eddig hibátlan teljesítményt nyújtott, így kiélezett csatára lehetett számítani a két csapat összecsapásán. A Nyikse nagy lendülettel kezdte a mérkőzést, szinte minden bejött nekik, a második negyedre sikerült 20 ponttal is elhúzniuk a Mezőberénytől, aki azonban magára talált, így egyre kiegyenlítette a B-vált a találkozó. A nyíregyházi kosarasok azonban az utolsó etapot is meghajtották, és sikerült teljesen megtörniük ellenfelüket. A Nyikse végül végig egyenletes és jó teljesítményt produkálva, 30 ponttal 96-56-ra verte a Mezőberényt. Azt vártuk, hogy az előző évekhez képest a Mezőberényt megerősödött, több játékos került a csapatukba, egy idegenlégióst is foglalkoztatnak, nehéz mérkőzésre számítottunk. Összességében a számszerű eredményem az biztos bizonyítja, hogy nehéz mérkőzés volt, mert tényleg az első és utolsó negyed aránylag simára sikeredett, nagyobb előnyt tudtunk ezzel kialakítani, de hát mint minden mérkőzésnek négy negyedből áll, és végig kell dolgoznunk. Az nagyban befolyásolta a mérkőzés alakulását, hogy nagyon jól kezdtünk. Szinte minden támadásunk az első negyedben kosárra fejeződött be, mélységi játékunk, gyors indításunk, távoli dobásaink jól sikerültek, és ez meghatározta a játékképét. A Nyikse csapatában Szavics és Takács igazi vezéregyéniségek voltak 24 és 21 pontjukkal. Azt gondolom, hogy a példakép az alapvetően a rutinból, a tudásból, a hozzáállásból tevődik össze, és talán említettetem elsőként Bráni Szavicsot, aki minden irányból azért példamutató a hozzáállásával, illetve a teljesítményével, de hát ez csapatból áll, csapatmunkából áll ez a teljesítmény. Őket most kiemelhetjük, de rajtuk kívül is voltak nagyon jó teljesítmények, és a csapat nyert.
a csapat pedig továbbra is nyerne a bajnokságban következőnek a Gyula elleni pénteki hazai találkozón, amelyet Kovács Tibor reményei szerint mindenképpen magabiztos sikerrel kellene hozniuk. 6-0-6-1-re győzött Fucsovics Márton a világranglistán 52. helyen álló amerikai Jared Donaldson ellen a bázeli ATP 500 torna első fordulójában. A nyíregyházi teniszező a következő körben az argentin Leonardo Mayer ellen lép pályára csütörtökön. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Ahogyan az ország, úgy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasága is jelentős mértékben fejlődött az elmúlt 7 évben. Felére csökkent a munkanélküliség, 5000 új munka eljött létre, és mintegy 500 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, mondta el Magyar Levente, a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Nemzeti Konzultációról szóló rendezvénysorozat Vásárosnaményi Fórumán. Az ország eddigi gazdasági fejlődése torpanna meg, ha beengedné Magyarországba bevándorlókat, jelentette ki a politikus. Megérkeztek az influenza elleni ingyenes védőoltások a házi orvosokhoz, jelentette be Ónodi Szűz Zoltán keddi sajtótájékoztatóján Budapesten. Az egészségügyért felelős államtitkár hozzátette, összesen 1,3 millió adag érhető el térítésmentesen. Védőoltásra azok jogosultak, akik 60 évesnél idősebbek, továbbá az aszmások, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint a várandós nők. Egy az országban egyedülálló C-karú röntgen berendezéssel és egy új műtőasztallal bűvült a József András Oktatókórház urológiai osztálya. A fejlesztések célja a betegellátás és a dolgozók biztonságának növelése, valamint a hatékony orvosi beavatkozások segítése. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 25-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében és viszontlátásra. Holnap a maihoz hasonló, többnyire napos időre számíthatunk. Csütörtök estig egy tőlünk északra mozgó melegfront éri el térségünket, változóan felhős lesz az ég, és kissé tovább erősödik a nappali felmelegedés. Az éjjeli órákban gyengén és erősebben felhős területek váltakoznak, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is főként fátyol felhők lesznek az égen, több órásabb sütése lehet számítani, csapadék nélkül. A délnyugati szél jellemzően mérsékelt marad. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony időben lesz részünk, több időjárási front is átvonul térségünk fölött, főként pénteken és vasárnap lehet számítani esőre, záporra, vasárnap a szél is erős lesz, kissé gyengül a nappali felmelegedés.